A Csornai Széchenyben versekkel köszöntötték a 2021-2022-es tanévet. Elköszönni tőled, de hagyszel újra engem. Az ördögbe is, megint olyan rövid voltál. Tudom, minden évszak társadnak ez a sorsa. Jöttök és mentek. Mi igazán megszoknánk, meg szeretnénk benneteket, már indulnotok kell tovább. Szervusz, nyár! Köszönöm neked mindent. Mindent, amit csak tőled kaphatok. Köszönöm, hogy küldtél nekem napsugarakat, hisz a nap a te legjobb cimborád. Köszönöm, hogy barátoddal kellemes hűvössé varázsoltad a vizeket, hogy jókat fürödhessek, úszhassak én is. Szervusz, nyár! Olyan jó voltál hozzám, hogy talán azt sem bánom, hogy te hoztad el az új tanévet is. Lehet, hogy igazad van, nem csupán játékból áll a világ, de ne mondd, jól tudom, anyáj képen elégszer mondják. Szervusz, nyár! Pihenj ki magad, lesz rá 9 hónapod. Ti évszakok olyan szépen megosztjátok egymás között az időt, hogy mire újra jöttök, ismét újra születve köszönthettek minket. Szervusz, viszontlátásra, a viszontlátásra nyár. Tanévnyitó. Lehullott már néhány levél, hunyorog a napsugár. Indulhat az újabb tanév, az idő is tudja már. Toltartóban újra sok szép, kihegyezett ceruza, feldíszítve, ünneplőben vár újra az iskola. Szép emlékkészen időnek, mind a nyári kalandok, a fotókon csodás hegyek, tavak, folyók és strandok. Rengeteg a nyári élmény, elmeséljük végre már, de azután mindnyájunkra újra komoly munka vár. Jó lesz újra benyitni a megszokott tanterembe, kibámulni az ablakon, leülni a helyemre. Vár az udvar, tornaterem, kali újság, folyosó. Vár a pad, és vár a tábla, rajta még vakáció. Sok a kérdés, lesz új tantárgy, ki és hogyan változott? Jön új gyerek, és új tanár, vagy valaki távozott? Annyi minden vár idén ránk, állok én is elébe. Vágjunk bele vidáman hát az idei tanévbe. Jó a nyár, a strand, a játék, de már vár az iskola. Előkerül lassan újra, táska, füzet, ceruza. Holnap újra korán kelek, s annyi mindent tanulok, a bátyámmal együtt megyek, hisz már én is nagy vagyok. Beférek-e majd a padba, jön-e hozzánk új gyerek? Milyen lesz a sok új tankönyv, s már első nap felelek? Milyen az új tanárnéni? Vajon néha játszhatunk? De remélem, mesél is majd, ha kicsit elfáradunk. Újra ősz van, újra suli, újra eső, újra sár. Kellhetek már megint korán, nincs idő semmire már. Bányászhatom újra elő a polcról a könyveket, néhány héttel megtoldani a nyarat, miért nem lehet? Anya letiltja a gépet, este megint nincsen net, a mobilom lehalkítva, játék annyi, őrület. A húgom csak nyaggat majd, hogy segítsek a háziban, apa szigorúan legyint, viselkedj jól, kisfiam. Szép a nyár, de végre már, hogy iskolába járhatok, színezhetek virágokat, hajót hajtogathatok. Megismerem a törteket, angolul megtanulok, okos leszek, mint a bátyám, hisz már én is nagy vagyok. Minden órán jól figyelek, szót fogadok, ígérem, én is jó tanuló leszek, pont úgy, mint a testvérem. Olvasok és írok sokat, gyöngyöt fűzök, rajzolok, énekelek, verset mondjak, s iskolakört is futok. Ezer évszám, kőzet, hegyek, egyenletek, képletek. Semmi kedvem padban ülni, aludni még nem lehet. A húgom csak csacsog vígan, mi a bajom, nem érti. Tényleg sokat nőtt a nyáron, a polcot is feléri. Azért jó lesz beszélgetni a fiúkkal holnaptól. Az atya rámért, érdekli, mit tudtam meg egy honlapról. Úgy hallom, lesz új osztálytárs. Talál lány, ha jól tudom, nem húzom tovább az időt, az évnyitót lájkolom. Kedves első osztályosok! Külön köszöntünk benneteket, kik először léptétek át iskolán kapuját. Biztosan nagy izgalommal vártátok már ezt a napot. Ne féljetek, itt is vidáman telnek el az órák, ugyanúgy, mint az óvodában. Tanulás és játék váltja majd egymást. Érezzétek jól magatokat. Iskolai munkátokhoz sok sikert kívánunk. Keszthelyi Zoltán, első osztályosok. Mikor először mennek iskolába az első osztályos kisgyermekek, illatot hint az ősz minden virága, amelyre lépnek, dalok csengenek. Mikor először mennek iskolába, szívükben bűvös áhítat terem,
Kitárul nekik a mesék világa, hol betűk nyílnak kéklő tengeren. Mikor először mennek iskolába, nekik köszön a szeptemberi ég, őket kísérik aranyfényben áltva a szőlőkültel terhes vanyigék. Mikor először mennek iskolába, a tücsök tüzes, friss nótába kap, mind hevesebben szól a citerája, megsimogatja hajukat a nap. Mikor először mennek iskolába, és izgalmukban könnyük megered, a kicsinyeket féltő gonddal várja, a tanító, a gyengét szeretet. Mikor először mennek iskolába, a kerekföldön öröm suhan át, új világ küldi fiúra, lányra, a reménység tündöklő sugarát. Az első osztályosok nevében hallgassátok meg a következő verseket Kertai Máté Domján Luca és Horváth Hanna előadásában. Felkészítőik Horvátné Kránic Gabriella, Kocsisné Szűcs Ildikó, Borsori Gabriella a Bobita óvodából. Első is leszek, akár hiszed, akár nem, nagyon jó az én kedvem, tudod minek örülök, iskolába kerülök. Szép volt a nyár, szép nagyon, sütkéjeztem a napon, játszottam és ugráltam, szaladgáltam, bringáztam. Halacskákkal versengve úszkáltam a tengerbe, homokváram összedült, a sárkányom elepült. Nincs már minek maradnom, van helyette más dolgom. Nagy vagyok már iskolás, kezdődjön a tanítás. Fogadjátok sok szeretettel a nyakkendőt, ami az összetartozást jelképezi iskolák tanulói között. Viseljétek a jelképünket büszkén. Felkérem a negyedik osztályosokat, kössék fel az elsősöknek a sálakat és nyakkendőket. Az ünnepségen Burányi Renáta igazgató külön köszöntötte az elsősöket. Kedves első osztályos, tanulók, kedves szülők, tanító nénik, Noémi néni és Heni néni már nagyon várt benneteket, nagy szeretettel készültek a mai napra, és biztosan ti is nagy izgalommal vártátok, hogy iskolások legyetek. Júniusban elbúcsúztatok az óvodától, nyáron biztosan sokat játszottatok, és számolgattátok még, hány napot kell aludni, hogy elérkezzen a nagy nap, a tanévnyitó napja. Most az iskolával egy új szakasz kezdődik életetekben, a betűk, a számok birodalmának felfedezése. A nyári szünetben szüleitek megvásárolták számatokra az iskolatáskát, a tanszereket, a tankönyveket pedig az iskola hívogató megkaptátok. Érezzétek jól magatokat az iskolánkban, gyarapodjon tudásotok, gazdagodjatok sok pozitív élménnyel. Kedves szülők! Reggel bizonyára nagyon dobbant a szívük, mikor elkísérték gyermekeiket, félterítő kincseik jó kezekben vannak iskolánkban. Noémi néni, Heni néni és a többi tanító néni szeretettel fognak foglalkozni velük, sokat fognak játszani, tanulni, énekelni. Pedagógusai nyitottak, segítőkészek, mindenben támogatják gyermekeket és szüleiket is. Kedves nyolcadikos tanulók! Elmúlt a nyár, megkezdődik az utolsó általános iskolai tanév számotokra. A következő tanévet már középiskolában fogjátok megkezdeni, a továbbtanulás előtt álltok, ahhoz, hogy választott iskolaitokban felvételt nyerhessetek, szorgalmasan kell tanulnotok. Sok versenyen kell részt venni, ügyesnek kell lenni, az osztályotoknak összetartó kis csapatoknak kell lenni. Érezzétek jól magatokat az utolsó tanévben, tanuljatok szorgalmasan, a pályaválasztásban segíteni fognak osztályfőnökök, de az intézményvezetők is. Kedves tanulók! A nyári táborok, családi nyaralások után elindult az új tanév. 2,5 hónappal ezelőtt, akkor rendkívüli körülmények között az előző tanévet bezártam, számba vetve az eredményeket, eseményeket, büszkén mondhattam, eredményes tanéven vagyunk.
mentünk keresztül, annak ellenére, hogy történtek negatív dolgok az évben. Az idei tanév is ilyen eredményes legyen, és sikerek. Reméljük, sok gazdag eseménnyel fogjuk bővíteni tárházunkat. Tanárnénik, tanárbácsik támogatnak benneteket a tanulásban, versenyekben való felkészülésben, és sok élményt nyújtó programmal készülnek a tanévre. Büszkék vagyunk iskolánk jó hírnevére, eredményeinkre. Az iskola Facebook oldalán folyamatosan tájékoztathatjuk a szülőket a tervezett és megvalósult iskolai eseményekről. Az e-napló, a Kréta, segítség a szülőknek a kapcsolattartásban. A szülők az e-napló által tájékozódhatnak gyermekeik tanulmányi eredményeiről. Iskolák nevelőtestületében változások történtek. Szeretettel köszöntöm iskolánk új pedagógusait, Tóth Krisztinát, Vég Juditot és Barca Noémit. Kedves kollégák! Kívánom, hogy az elmúlt tanévhez hasonlóan az idei tanév is sok örömet hozzon munkánkban, sikeres tanítványítok erősítsék iskolánk jó hírét. Köszönöm elhivatottságotokat, lelkesedéseteket és a vállalt plusz feladatokat, helyettesítéseket. Kedves szülők! Ahhoz, hogy minden tanuló jól vegye az akadályokat, természetesen szükséges a család, a szülők támogatása. A szülői biztosítás a segítségnyújtásban nagyon fontos a gyermekek számára, a mi számunkra is. Közös munkák során partneri együttműködés megtartva a legfontosabb. Ez adhat gyermekeiknek olyan hátteret, amely a legoptimálisabb fejlődésüket biztosítja, és személyiségüket harmonikussá teszi. Kedves tanulók, kedves szülők, kedves kollégák! Mindenkinek eredményes, új, digitális mentes tanévet kívánok! Ezzel a 2021-22-es tanévet megnyitom. Osváth Erzsébet, melyiket válasszam? Sovány az egyes, nem szeret enni, ne akar soha barátja lenni. A kettes hamis, hívogat téged, te rá se ügyelj, bajt okoz néked. A hármas sem szép, két görbe púpja, bizonyítványod, de elcsúfítja. A négyes kedves, szelíd kis jószág, nem csap be téged, hűséges hozzád. Mégis az ötöst választottásnak, örömet szerzel édesanyádnak. Nemes Nagy Ágnes, tanulni kell. Tanulni kell a téli fákat, ahogyan talpig zúzmarásak. Tanulni kell a nyári felhőt, a lobbanás nyégi erdőt. Tanulni kell a mézet, a diót, a jegenyefát és űrhajót. A hétfőt, a keddet, a pénteket, a szavakat, mert édesek. Tanulni kell magyarul és világul. Tanulni kell mindazt, ami kitárul, ami világít, ami jel, tanulni kell, szeretni kell. A Csónai Rákócziban tartott tanévnyitón az elsősök is készültek egy kis műsorral, illetve a negyedik osztályos tanulók versekkel köszöntötték az intézmény legfiatalabb diákjait. Az első osztályos kisdiákok lelkesen készültek a tanév kezdésre. Ezt bizonyítja a kedves műsorukkal. Előtte őket köszöntik Cumbi Lilla, Gál Dóra és Herceg Kitti negyedik osztályos tanulók, Mentovics Éva iskolai örömök című versével. Útnak indult fecske, gólya, búcsú csókot hint a nyár, minket újból hív a suli, csengő szóval visszavár. Mi már tudjuk, azért szeret jönni minden kisgyerek, mert amerre eddig jártak, ilyen csodák nincsenek. Betűország nyitogatja hétmérföldes ajtaját, csodaszépet mesél nektek minden hős, ki arra jár, s ott a számok rengetege, összeadás, kivonás, megtanulja a fortélyát gyorsan minden iskolás. Ne higgyétek, hogy csak munka, móka is van rengeteg, s aki szorgos hintalomra piros pontra szert tehet. Ott állnak az irkán szépen piros díszbe öltözve, s oda-oda kacsizolt a szomszédra sötösre. Csuda jó lesz! Sokat tudni, szárok között kalandozni! Bentünk között, csavarodni, és éjjel majd elolvasni! Hurrá!
Elrepült a nyár. Boros Boglárka és Szalai Szófia, 4. osztályos tanulók búcsúznak a nyártól, és köszöntik az új tanévet Kál László Szilvia Tarisznyába való versével. Ezt követően hallgassuk szeretettel Herman Antal úr igazgató tanévnyitó beszédét. Lehet szegény, aki gazdag, s lehet gazdag a szegény. Csak az fontos, milyen kincs ül bent a szíved rejtekén. Ha megtanulsz mosolyogni, észreveszed, ami szép, rádöbbensz majd, amit te adsz, mások azt nyújtják felé. Gyűjts magadnak igaz gyöngyöt, rakj el minden szép mesét, ne hagyd, hogy a kedved roncsa, buta, bántó, rossz beszéd. Ülj le néhány gondolattal, hallgass, hogyan hegedül, mert ha veled van a fejed, soha nem vagy egyedül. Herman Antal igazgató köszöntőjében az új iskola zászlót is bemutatta. Különleges tanév következik, különlegesen nehéz. Mert a megszokott tanulás mellett, ugye vissza kell jönnötök a Covid után a való életbe, a jelenléti oktatásba, reméljük, ugye ezért mindent meg is tesztek. Tehát gyakran mostok kezet. Meg ha köhögni, tüsszenteni kell, akkor zsebkendő, vagy ha nem sikerül a gyorsan elővenni, akkor könyökhajlat. Ugye ezek alapok. Na mitől különleges ez a tanév? Lesz egy nemzetközi szövegértés mérés iskolánkban, ötödikeseknek. 5 évenként van ilyen. Aztán 5.-6. évfolyamon bevezetjük az emelt szintű nyelvoktatást. Az országos kompetencia mérés új lesz, képzeljétek el, természettudományi mérés is lesz a szövegértés, matematika és az idegen nyelvek mellett. És nem papíralapon lesz, hanem digitális platformon, tehát az infoterembe fogtok beülni, és ott csináljátok meg. Aztán részt veszünk egy országos katolikus gyermekvédelmi szervezetfejlesztési projektben. Óriási feladat ez is. Jubileumi ünnepséget tervezünk, mert az iskola 145 éves, az az épület, most már ugye a felújítás után persze. A Rákóczi nevet pedig 45 éve adták az iskolának. Ezen kívül lesz 24 új kerékpártartó, 10 napkolva körülbelül megérkezik, mert azt láttam, hogy körülbelül 10 biciklija az oszlopoknak van támasztva, mert a 80 nem elég, most 104 lesz. Jó, használjátok! Új címerünk és zászlónk lesz ettől a tanévtől, megkérem zászlótartónkat, Bálintot, gyere légy szíves és fogd meg, annyira tud menni, jó? Már akkor én letűnök a térképről. Busz ki, légy szíves, köszönöm. No, ugye ez az iskola címer, látjátok a felső részen a főépület homlokzata, bal alsó sarokban az isteni megváltó leányai női szerzetesrend logója, jobbra a liliomok a csorna címerére utalnak, a bimbók a gyerekekre, a nyitott könyv a tanulásra. Forduljunk. A másik oldalon pedig ugye Rákóczi arckép modern formában a híres felirata Istennel a hazáért és a szabadságért, ugye magyarul és latinul, és ugye a nemzeti színek. Remélem tetszéseteket elnyeri. Köszönöm szépen. És ugye nem felejtjük el, még egyszer mondom, hogy a Rákóczi diáknál természetes a mosoly és a sok nevetés a tanulás mellett. Ugye a hitvallásunk a Rákóczi Szabadságharci elmondata, ahogyan mondtam, Istennel a hazáért és a szabadságért. Most azt kérem, hogy ezt hangosan mondjuk el olyan tagolásban, ahogyan én mondom. Istennel a hazáért, a hazáért és a szabadságért. És a szabadságért. Szintén ugye megvalljuk, hogy rákócisok vagyunk, és erre büszkék vagyunk, ezért mondjátok utánam hangosan, Rákóczi! Rákóczi! Amen. Nagyon jó. Köszönöm szépen. Jó tanulást, a tanévet megnyitom. Régi hagyomány az iskolában, hogy az elsős tanulókat Rákóczis diákkal avatják.
Az idei tanévben 61 elsőst köszöntöttek, akik ünnepélyesen fogadalmat tettek. A második Rákóczi Ferenc. A második Rákóczi Ferenc. Római Katolikus Általános Iskolában elkezdhetem. A Római Katolikus Általános Iskolában elkezdhetem. Arra törekszem. Arra törekszem. Hogy iskolánk életét megismerjem. Hogy iskolánk életét megismerjem. Rendjét betartsam. Rendjét iskolám névadójának, iskolám névadójának, példájához hű legyek, példájához hű legyek. Szeretném, hogy szüleim, szeretném, hogy szüleim, nagyszüleim örömére, nagyszüleim örömére, tanítóim megelégedésére, tanítóim megelégedésére, gyarapodjak hitben, magyarságban, tudásban és szeretetben. Magyarságban, tudásban és szeretetben. Isten engem úgy segéljen. Isten engem úgy segéljen. Az ünnepség végén minden elsős kapott emléklapot.